Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy periférikus témát fogunk feldolgozni, méghozzá egy cinnamon, a cinnamon felülethez, asztali környezethez érkezett kis alkalmazást. A színtévesztőknek, illetve akik színvakok, ez a hasznos kiegészítő biztos fontos lesz, ha jól tudom, és emlékeim szerint akár a Gnomban, akár pedig a KDL-ben meg lehet ezeket találni, illetve másféle beállításokkal is ugyanezeket lehet szimulálni, de ez azért érdekes színtévesztőknek, színvakoknak és másoknak is, mert itt egy gomnyomással, egy kiválasztó menübe be tudjuk állítani a megfelelő értékeket. A telepítése nagyon egyszerű, első körben felmegyünk a Cinnamon oldalára, és megkeressük a kis alkalmazásokat, és megnézzük, hogy mit írnak róla. Ezen a néven fogjátok megtalálni, gyakorlatilag egy alapinformációt kapunk meg. Oké, alapinformációt elolvassuk, és utána telepíteni fogjuk. A telepítés nagyon egyszerűen működik, bár a letölt és bemásolt dolog is szokott működni, de én úgy gondolom, hogy ha már van egy kis alkalmazás kezelő alkalmazásunk, akkor természetesen ezzel az alkalmazással kell telepíteni. Elindítjuk a kis alkalmazások elnevezésű dolgot, letöltéshez megyünk, és beírjuk, hogy színvak szűrők. Így hívják ezt magyarul, teljesen magyarítva van, azaz itt probléma használattal nem lehet. A letöltésre kell bökni, nyilvánvalóan nekem letöltődött, van egy pipa, letöltődött. Oda megyünk a kezeléshez, itt is megkeressük, beütjük, hogy szín, a színvak szűrők, és a pluszra fogunk bökni. Nagyon egyszerű a dolog, ezzel aktiváljuk, a mínusszal természetesen deaktiváljuk, és a beállításra, a kis fogaskerékre bökünk. A színszűrő beállítása nagyon egyszerű, vagy működik, vagy nem működik. Ennyi, tehát kibe kapcsolható, azaz nem kell attól tartani, hogy újra kell indítani valamit, vagy egyéb. A színek invertálása, illetve hát a megfelelő színeket beállítani. Beállítod, és utána kibe kapcsolgathatod, hogyha szükséges. A beállítási panel használata nagyon egyszerű. Véleményem szerint mindenki egyértelműen tudni fogja használni. A szűrő használata nagyon egyszerű. Először is véleményem szerint ki kell keresni azt, hogy mit szeretnél vele elérni, azaz milyen színtévesztő, illetve inkább azt mondom, milyen fokozatú, milyen megnevezésű színvakságod van, én erre nem fogok kitérni, tehát ehhez én igazából nem értek. Akinek van ilyen betegsége, természetesen őt ismeri ennek a nevét, vagy kísérletezéssel, kipróbálással kipróbálja azt, hogy neki melyik ad jobb képet, melyikkel látja jobban a monitort. Ez a célja, és ezért örülök ennek egy kicsit, mert a színtévesztőknek, vagy a színvakoknak, vagy akinek látási problémája van, azoknak a számítógép használata nehézkes, és a Cinnamon is, ahogy a többi környezet közül sok, odafigyel arra, hogy őket is bevonják abba, hogy komfortérzettel, kényelmesen tudja használni azt a monitort, jól tudja használni azt a felületet. Na hát a beállítás. A beállítás először is a kategóriát válasszuk ki, megnézzük olyan színvakság, tehát akinek van színvaksága, milyen típusú színvaksága van, korrekciót érdemes választani, és a korrekciók között kiválasztjuk azt, amelyiket ő éppen használnia kell, tehát milyen betegsége van, ki tudod választani, fel vannak sorolva, illetve logikusan a szűrő erősségét is tudod változtatni. Beállítottad, én beállítottam egyikre, és be tudjuk kapcsolni. Bekapcsolás után úgy alakul át a szín kinézete, a színtere a monitorodnak, illetve a lejátszásnak, a kép megjelenítésnek, hogy te kényelmesen jól lásd azokat a dolgokat, szimulálni is tudod a betegségeket, tehát úgy meg tudod nézni, hogy éppen, hogyha valakinek ilyen betegsége van, hogyan látja a monitoron azt a képet, amit te előállítasz, illetve az erősséget tudod változtatni, később az erősség csúszkát is mozgatjuk. A szimuláció korrekció jellemzően betegeknek, tehát valamilyen csökkent látású embereknek van kitalálva, egyébként hozzáteszem, és ez nagyon-nagyon-nagyon csak kitérő, hogyha valaki esetlegesen nem jól látja a monitort, végig érdemes próbálgatni azokat, hát ha van valamilyen olyan beállítása, előre definiált beállítása, amivel ő a színeket jobban fogja látni. A következő kettő már érdekesebb lehet az épplátású embereknek is, az inverziók. Az inverziókat hát igazából nem kell elmondanom, két beállítási lehetőség van,
a színeket invertálja, illetve a világosság sötétséget invertálja. Ez logikusan megváltoztatja egy picit a színeket, illetve a színinverzióval a komplementer szintre váltja, tehát invertálja a színeket, itt alul lehet látni, de hogyha valakinek olyan gondolata van, értelemszerűen megnézhetjük. Itt is látható, most kikapcsolom, ilyen az eredeti beállításom, ezt visszakapcsolom, ilyen lesz a színinverzióval. Igazából, hogyha valaki ezzel játszani szeretne, érdemes egy kicsit megnézegetni, világosság-inverzió, ez akkor hasznos, hogyha valami éppen fehér, itt például a leírásba, a Firefoxon beállításába, ő fehér és fekete betűk vannak, és ha így gondolom, hogy megfordítsuk, akkor meg tudom fordítani. Természetesen más beállításokkal is el tudunk ide jutni. Nézzük is meg, ami felkeltette az érdeklődésemet, mert megmondom őszintén, egy másik operációs rendszerbe, illetve másik Linux disztribúcióba, a Mabox-ba, amit egyszer már be is mutattam, volt egy ilyen beállítás, és utána úgy hiányzott. Ezt meg is mutatom. Az inverziók alatt ott van egy más effektusok. Na hát, három megfelelő beállítási lehetőségek vannak. A színcsatornákat összekeveri, tehát a színeken tudsz változtatni. Nézzük is meg a csatorna színkeverő egyik verzióját, rákattintunk. Látható, hogy a színek megváltoznak. Ez kényelmes dolog, mert be tudod állítani olyanra az alapbeállítású monitorodat is, amilyenre te szeretnéd. Tehát egy picit mozgatod ezt a kis csuszkát, akkor az erőssége változni fog, a színek változni fognak. Véleményem szerint egy kényelmes megoldás. Illetve hát van egy másik fajta is, ami a zöldet mozgatja jobban. Itt nyilván mindenki ízlés szerint tudja a csuszkákat mozgatni, de ami engem nagyon megfogott és nagyon megtetszett, és ezért, pontosan ezért az egy funkcióját fogom használni, ezt a színtelenítés deszaturálja, tehát a színeket leveszi az ablakokról, a háttérről, meg mindenről. Ez nagyon kényelmes dolog akkor, amikor valami olyasmit csinálsz, példákat mondok, írsz valamit, nem kell a csiricsáré, ilyen-olyan színezecsek, nem egy nagy dolog, de így nem vonja el semmi a figyelmedet, akkor is kényelmes dolog, hogyha már fárad a szemed, a szürke-fehér skála, a fekete-fehér skála, az nagyon-nagyon szemnyugtató tud lenni, kivéve akkor, amikor világító fehéren mély fekete betűket nézegetsz. Nyilván az nem annyira kényelmes, de úgy általánosságban, hogyha lehúzod a szaturációt, illetve hát a színtelenítést, ahogy itt hívják, a színtelenítést megteszed, akkor nyilván egy hát valamivel kényelmesebben nézhető képet fogsz kapni. Egyébként hozzáteszem, mivel most ránéztem az oldalsó monitorra, az összes monitoron elvégzi ezt a dolgot, tehát nem tudod beállítani, hogy egyik ilyen legyen, a másik olyan legyen. Ha pedig végeztél a beállítással, be tudod csukni. Megjelenik itt egy kis ikonka, az ikonra rákattintva ugyanezeket a funkciókat eléred, ez igazából nem egy nagy újdonság, logikusan megteheted azt, hogy az erősséget állogatod, azaz, hogyha nem szeretnéd deszaturálni az összes mindent, tehát az összes színt teljesen megszürkíteni, hogy nem túl tudományosan, de érthetően így mondjam, elszürkíteni mindent, akkor a csuszkával ezt a hatást beállíthatod, ahogy az előbb is említettem, illetve a többi beállítás között is tudsz választani. Ha más effektusra kattintunk, látható itt van a kis színtelenítés pötty, hát az van beállítva, de a másikra a bögsz abban a pillanatban átvált. Nem is ez az érdekes, hanem ki is tudod kapcsolni, és abban a pillanatban visszaáll az eredeti állapot, azaz egy gombnyomása, illetve kettőre, mert aktiválod az ikont és kikapcsolod, ez kettő darab kattintás, villámgyorsan ki be tudod kapcsolni a hatásokat. Köszi szépen, sziasztok!